A 2021-es év elején indult munka idén június 6-án a szalag átvágásával hivatalosan a végéhez érkezett. Tomori Pál hadvezér, kalocsai érsek nevét viseli a Duna két partját összekötő új híd Kalocsa és Paks között. A munkálatok során a kivitelező 28 ezer köbméter betont épített be, az összeszerelt acélszerkezet tömege pedig meghaladja az 5 ezer tonnát. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában egy kétszer egysávos, 946 méter hosszúságú, 10 támaszú híd épült. Büszke vagyok rá, és nem lehet elégszer elmondani, hogy ezt az építészeti remekművet magyar mérnökök álmodták meg. Magyar kivitelező építette meg, és büszke vagyok arra, hogy kalocsai vállalkozás is bekapcsolódhatott a munkába. Ezt mondta a híd átadásán Kalocsa polgármestere, Paks polgármestere pedig arról beszélt, hogy a híd a fejlődés lehetőségének biztos záloga. Nekünk, paksiaknak ez a híd a holnap reménye, hiszen tudjuk, hogy ahogy a híd megépült, úgy az atomerőmű új blokkjai is elkészülnek, mely nem csak Magyarország energiabiztonságát, hanem városunk biztos jövőjét is szolgálja. Ezért a híd a paksiak és a régióban élők számára a fejlődés lehetőségének biztos záloga is. Hiszen ha Paks fejlődik, akkor vele együtt a környék települései is előre jutnak. A híd elkészüléséhez rengeteg szakág és szakember összehangolt együttműködésére volt szükség. Az átadás a miniszterelnök szerint egy hosszú távra szóló országfejlesztési terv része. Ezt a térséget a nyugat kapujává teszi. Az M6-os autópályát elvisszük, elvittük a határig, és ezzel a horvát-szlavon területeket összekötöttük, összekötjük Magyarországgal. A most következő lépés az, hogy a Szerbiából érkező forgalmat és nyomában a logisztikai központokat, beruházásokat, termelési egységek egy jelentős részét áttereljük errefele, és ezzel bekössük Paks és Kalocsa környékét egy gyorsan fejlődő régióba. A hidat június 6-án Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek áldotta meg. A hatalmas építmény a hozzá kapcsolódó úthálózattal együtt hazai forrásból 92 milliárd forintból valósult meg.